Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, tehát este van, és ez az adás reggel fog lemenni, és akkor én most a saját példámból szeretnék egy picit merítkezni, elmondani, hogy a mai embernek a problémája miből adódik, úgymond. Tehát egyszerű, tehát türelmetlen, nem tud várni, és addurom Isten, de azonnal. És akkor most ezt megvilágítanám egy picit egy példával, hogy jobban érthető legyen. Tehát van egy olyan régi mondás, hogy ki kell várni a vásárt a napjáig. És miért mondják ezt? Tehát nekem hiába van bármilyen jó lovon, például a vására való, amit jó áron tudnék értékesíteni. Én előtte hiába megyek el, hogyha ott nincsen a megfelelő, úgymond piac tér, ahol tudnám értékesíteni, tehát muszáj várjuk. Tehát régebben ez megvolt úgymond az emberekben, hogy ki tudták várni, tudtak várni, türelmesek voltak, hittek, bíztak magukba, és tudták, hogy nem megy olyan könnyen, hogy egyik napról a másikra, hanem hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember felépítse magát. Tehát az ember az mindig türelmetlen, főleg most ebben a járványhelyzetben is bizonytalanná vált, úgymond egy picit inog a talaj a lába alatt, és kapkod ide, kapkod oda, próbál ezzel, azzal, úgymond mindennel, ami egyszer lehetséges, de meg kell érteni azt, hogy türelmesnek kell lenni, el kell gondolkodni azon, hogy mit szeretne egyáltalán csinálni, hogy boldog-e abban, amit csinál, mert akkor abban ki tud teljesedni, és hogyha örömmel és boldogsággal vág bele abban a munkában, amit szeretne, akkor játék lesz számára az a munka, és kiegyensúlyozott, boldog lesz, stresszmentes, ami nagyon fontos ebben az életben, nem fog haragudni senkire, el tudja fogadni, hogy jelen pillanatban ő itt tart, de a fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a lépéseket tartsa be, és fejlődjön. Hát ugye ezért volt arra szükség, hogy az emberek régebb még ingyen is elmentek mesteremberhez tanulni, és ott egy olyan útravalót kaptok, egy olyan tapasztalást, mert ugye minden tapasztalati úton működik, tehát itt vannak rengeteg könyv, vers, rengeteg idézet, a social media is ezzel van tele, de hogyha az ember saját bőrén nem tapasztal meg bizonyos dolgokat, nem megy keresztül bizonyos nehézségeken, nem megy keresztül, nem követel hibákat, úgymond nem hibázik, nem ütköztet véleményeket, akkor nem is fejlődik. Tehát vitázni kell, a vitára szükség van, mert abból lehet fejlődni, vitatkozni viszont már az már kétséges, a vitatkozás, mert az már indulatokat, haragot, gyűlöletet, stb. Kelthet. Tehát vitákra, nézetkülönbségekre mindig szükség van, mert az a fejlődés útja, mert hogyha ez nem volna meg, akkor nem volna fejlődés. És az embernek a kíváncsi természete, és akkor még behoznák egy másik dolgot is, hogy ugye ráragasszák az emberekre azokat a bélyeget, például, hogy te, neked például, nincsen, te nem vagy jó reálból, te nem vagy jó humánból, te nem vagy jó, mit tudom, neked nincsen jó nyelvérzéket, nem igaz. Tehát, hogyha a gyermek az megfelelően foglalkozva van a szülője által, és megfelelő iskolába van beíratva, és ott olyan tanárok képzik, és olyan tananyagot adnak át neki, ami számára, ami őt érdekli, akkor abba ő szárnyakat kap, és örömmel, boldogsággal jár be órákra, úgymond magába szívja a tudást, mert érdekli őt. Csak az órára pillantottam rá, sokan ugye felhozták azt is, hogy nézzek többet a kamerába. Ugye, hát itt van a kamera, és akkor én így nézem magamat így.
Na, ez így alakult ki. Na mindegy, ez egy kis kitérő volt. Tehát, hogyha az embert valami érdekli, akkor arra összpontosít, figyel, és szabad idejében is azzal foglalkozik. Ugye itt lehet hozni sporttól elkezdve bármilyen példákat fel lehet hozni. Akkor boldog, kiegyensúlyozott és a helyén van, és apró lépésekben tud fejlődni, és nagyon nehéz, hogy valaki célba érjen, mert ezt se én találtam ki, tehát statisztika, hogy körülbelül ahhoz, hogy valamit az ember elkezdjen, és annak valami hozadéka is legyen, az körülbelül 10 év. Tehát 10 év kemény munkája, és valamit azért kell csinálni, tehát el kell végezni. Tehát, hogyha valaki arra van presszinálva, hogy iskolát végezzen, az végezzen a középiskolát, végezzen el, mit tudom én, mit, egy egyetemet, bármit, de még az se garancia arra, hogy az az ő útja, az is lehet, hogy egy megfelelési kényszer a szülője által. Tehát akkor egy olyan dolgot kéne választani az embernek, amit szeret, és akkor abba ki tud teljesedni, úgymond szárnyakat kap, és akkor ebbe mindent a családja meg kéne adjon számára, hogy ő úgymond célba érjen, és akkor szép apró lépésekben leválni a szülőkről, önálló életet kezdeni. És ez a felismerés, ez nem mindenki számára jön el fiatalkorba, de sohasem késő. Úgymond, hogy is fogalmaznak, felébredni, ugye? Öntudatra ébredni, sohasem késő. De mikor valaki ezt felismerte, akkor azonnal ebbe az irányba próbálja meg elmozdulni, és mindent tegyen meg annak az érdekében, hogy a fejlődés útjára lépjen. Igaz, hogy kemény munka, igaz, hogy rengeteg meló, de igaz, rengeteg tapasztalás is. És mihelyt megtapasztalta ugye ezeket a dolgokat, akkor azok már készségé válnak számára, és úgymond kis ujjából kirázza, és hogyha éjjel 3 órakor teszem fő felkeltik, akkor is az a tudás benne van a fejében, és amit benne van a fejben, azt nehéz elvenni, azt nem is lehet, mert azt egyszerűen az ember az hordozza magába. És akkor, hogyha valaki szakmába vagy, esetleg tanulásba vagy, akkor most hozzak fel egy másik példát, például, hogyha valaki már tud járni, akkor az már a járással nagyon sokfajta mozgás lehetőség adott számára. Ha valaki meg tud szólalni, akkor az már egy beszédet is tud tartani, persze megfelelő fejkészültsége. Ha valaki tud írni, az úgymond egy könyvet, regény, bármit tud írni, úgy, az is fejkészülése persze, összeszedett gondolatokkal, úgymond tanulással, tapasztalattal, de egy egyszerűbb verset is, például gyermekkoromban én is írtam verseket, hát nem tudom, azok megvannak-e, de csak annyi, hogy ha már az írás készsége megvan, akkor számára már elérhetővé válik az is, hogy egy regényt vagy egy verset megírjon. Tehát ezek mind saját tapasztalataimról próbálok mesélni, hogy és akkor most behoznák egy másik dolgot is például, ugye, sokan mondják, hogy ilyen-olyan munkát végezni kell, mert milyen sok pénzt kapok érte. Ugye itt kezdődnek már megint a problémák, hogy a pénz megint előtérbe kerül, mert akkor ugye nem nézi meg azt, hogy meg én szeretném azt. Hát most mindegy, itt a pénzről beszélhetünk, mert itt azt szokták mondani, hogy a hülye is tud pénzt keresni. Na most, hogyha ezt kimondtuk, hogy a hülye is tud pénzt keresni, akkor azt jelenti, hogy mindenki tud pénzt keresni. Itt nem ezzel van a probléma, hanem a pénzzel való viszony. Tehát, hogy kezdenem a pénzt, azt kell megtanulni. És amikor ezt megtanultam, hogy kezelem a pénzt, akkor onnantól kezdve a problémám megvan oldva, mert akkor meghatározom, hogy a fontossági sorrendet, hogy mire költök, és akkor már többet nem hibázhatok. Tehát akkor költök élelmiszerre ennyit,
rezsikiadásra ennyit, hogyha autón van, arra annyit, a ruházkodásomra ennyit, és minden be van oszva, szórakozásomra ennyit, ennyit teszek félre, és ugye amilyen munkát végzek, tehát úgy nevezik ezt, hogy bankroll menedzser, úgymond ezt, hogyha betartsa az ember ezeket a lépéseket, akkor meg van oldva a problémája. Tehát akkor nem pénzt kell tudni, tehát pénzt persze keresni, tehát azt kell, fontos, de az is fontos, hogy azt megfelelően tudjuk kezelni, a pénzhez legyen viszonyunk, és tudjuk a pénzt megfelelően kezelni, az a lényeg. Tehát nem elég a pénzt megkeresni, megfelelően be kell osztani, és fontossági sorrendeket kell felállítani, hogy egyszerűen mit szeretnénk, és egy az, hogy képezni kell az embernek magát minden nappal, fontosak a beszélgetések és a vélemények ütköztetése, abból lehet egy fejlődés, az ember vegye körül magát olyan emberekkel, akik fontosak a számára, akik építik úgymond a személyiségét, jellemét, és nem visszahúzzák, és akkor nagyjából minden rendben van, és kerek a történet. Hogyha behoznák egy másik dolgot is, mert ugye, hogyha olyan emberekkel veszi körbe magát, akik állandóan kritizálják, azért, mert ő úgymond kilóg a sorból, vagy esetleg valamit másképp csinál a többiek szerint, úgymond, mert ugye van egy norma rendszer, aminek meg kell felelni, de hogyha ettől a... De mi az, hogy norma rendszer? Egyszerűen, amit az átlag csinál. Tehát ezért mondják azt, hogy amit a örökkétig azt kell csinálni, amit más nem csinál, mert akkor vagy egyedi, egyedülálló, és önálló, és valami különleges. Mert ha ugyanazt csinálod, mint a többi, akkor ugyanolyan vagy, mint a többi. De ha más csinálsz, akkor itt kezdődik, hogy akkor már valamit jobban tudsz, mint más, és az a saját képességeid szerint csinálsz valami mást, amit megtanultál, amit megtapasztaltál, és mondom, ez hosszú idő, mert körülbelül ez 10 év. Na, 12 perc, a sikeredett ez a videó. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt megtekintette, és akkor ez reggel fog adásba menni. Hát, hogyha elgondolkodtattam valakit, akkor ennek örülök. Én nagyon meg vagyok elégedve azzal is, hogyha egy-két ember nézi ezeket a videókat, hogyha többen néznék, annak esetleg nem azt mondom, hogy nem tölt elégedettséggel, de ez nekem szórakozás. Ezek a tevékenységek, amik itt vannak a YouTube-on, ugye a social media felületeken is napi szinten történnek a feltöltések. De nem ez a fontos, az a fontos, hogy én jól érezzem magam, boldog legyek, és ezekkel a tevékenységekkel úgy mondom, boldogságot, magabiztosságot, és hát, hogy jól érezzem magamat. Na hát ennyit szerettem volna elmondani. Nekem is megvannak a tevékenységeim, amik érdekelnek, és abba fejlesztem magamat, megvannak a rövid, hosszú távú céljaim, és azok érdekében próbálok minél több dolgot megtenni, hogy azokat elérjem, de hát tudom, hogy ez nem egyik napról a másikra megy, megértettem, elfogadtam, és próbálok napról napra jobb emberré válni. Na hát köszönöm szépen, aki megtekintette a videót, aki gondolja, iratkozzon fel, nyomja meg a csengőt, és akkor a legfelső csengőt, akkor időben hozzájut a tartalomhoz. Aki meg egyszerűen nem akar feliratkozni, csak nézni akarja, az nézze, aki nem akar nézni, ne nézze, tehát ilyen egyszerű a történet. Tehát ennyi lett volna mára a mondani valóm, tehát mondom még egyszer, megtisztelő számomra, akik nézik ezeket a videókat, és hogyha esetleg valamivel hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy egy picit ezekkel a beszélgetésekkel, vagy történetekkel, vagy sztorikkal, vagy főzöcskézésekkel esetleg egy picit jobb kedvele, vagy egy kicsit kizökkentsem abból a mókuskerékből, vagy mit tudom, én nem tudom, hogy mit mondjak.
de ez engem boldogsággal tölt el, és azt kívánom, hogy mindenki csinálja azt, amit szeret, legyen boldog, válassza azt, amit szeretne, ugye nem nehéz, vagy ugye nem könnyű, mert mindenki megválaszthatja azt, amit szeret, ugye, de mégse csinálja azt 80%-a, ugye miért nem? Hát ugye erre is megvannak a magyarázataim, hogy miért nem csinálja. Egyszerűen úgy gondolja, hogy nincsen más választása, de hogy nincsen, mindenkinek van választása, saját szabad akarata is van. Na, nagyjából úgy gondolom, hogy elmondtam mindent. Köszönöm szépen a figyelmet, és Rafael Dénes látták, hallották Székely Keresztúrról, és jó éjszakát kívánok, mondom. Tehát reggel fog adásba menni a műsor. Sziasztok, viszlát!